Sziasztok! Ma megnézzünk egy nagyon egyszerű módszert arra, hogy meg tud mondani, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy adott kamatláb mellett megduplázódjon a pénzed. Ennek a fordítottját is megnézzük, azaz milyen növekedési ütemet kell elérned, hogy a rendelkezésedre álló idő alatt kétszer annyi pénzed legyen. Ehhez alapvetően kettő módszer is van. Van egy nagyon precíz, nagyon pontos, képleteken és számításokon alapuló megoldás. Én viszont egyszerűt ígértem. Ez pedig nem más, mint a 72-es szabály. A módszer roppant egyszerű. A 72-t osztod a kamattal. Ennyi. Mielőtt befejeznénk ennyivel a videót, nézzünk meg inkább egy pici példát rá. Tegyük fel, hogy van egy olyan bank, amely stabilan megadja az évi 5%-os kamatot. Ebben az esetben, ugye 72 osztva 5% per évvel, 14,4 év kell ahhoz, hogy a pénzed dupla annyi legyen számszakilag. Ugyanez igaz visszafelé is. Ha van mondjuk 10 éved egy adott cél elérésére, akkor könnyen ki tudod számolni, hogy 72 osztva 10 év egyenlő 7,2% per éves kamatot kell minimum elérje ahhoz, hogy ez a célod teljesüljön. De ez nem csak a kamatra és a hozamra igaz. Ha van egy céged, és a célod az, hogy 5 év múlva kétszer annyi bevétellel rendelkezz, akkor ki tudod számolni, mekkora növekedést kell mutatnod évente. Ugyanez igaz akkor is, hogyha van mondjuk egy YouTube csatornád, és szeretnéd tudni, hogyha adott ütemben növekszik a feliratkozók száma, akkor nagyjából mikor fogsz kétszer annyi feliratkozót látni a csatornádon. Nyilván, ha neked nem pont a duplázódás a célod, hanem mondjuk négyszerezni szeretnél, akkor azt úgy tudod kiszámolni a 72-es szabállyal, hogy mennyi idő alatt duplázódik kétszer. Nézzük meg mögötte a matekot, hogy lásd, miért működik a 72-es szabály. Ígérem, hogy nem lesz hosszú, így, hogyha nem szereted a matekot, akkor is tarts velem. A jövőérték számításról egy előző videóban már volt szó, ennek linkjét a leírásban megtalálod. Dióhéjban a jövőérték az nem más, mint a jelenérték szorozva, a megfelelő kamatláb megfelelő hatványával. Tehát, itt a jelenérték az a tőke, amivel most rendelkezel, és amit szeretnénk duplázni. Az R a kamatláb, amennyivel növekszik a pénzed, az N pedig az a periódus, ameddig a pénzed dolgozik. Ezt legtöbbször években határozzák meg. Nyilván az FV, mint Future Value, az az összeg, amit a tőkéd jövőben fog érni. Helyettesítsük be ezt néhány egyszerű számmal. A legegyszerűbb, ha jelen értéket most egy egységnyi pénzre vesszük. Vehetjük ezt akár úgy is, hogy 1 forintból 2-t szeretnénk. Így a jövő érték 2 lesz, a jelen érték 1, a képlet pedig így fog kinézni. Ezt egy kicsit egyszerűsíthetjük. Mivel azt ígértem, hogy nem megyek bele mélyebben, így ugorjunk egy nagyot a következő rendezésben. Ha részletek mélyebben érdekelnek, akkor ennek tekintetében kérdezd meg matek tanárodat, tanszékvezetődet. Mivel itt a kitevőt keressük, így a természetes alapú logaritmust hívjuk segítségül, amelyet tovább használva megkapjuk, hogy 69,3-at kellene a kamattal osztani, hogy megkapd a duplázódást. Azért nem a 693 ezredet, mert a kamatot százalékban fejezed ki, tehát ezt is szorzott százzal. Ezzel viszont nagyon nehéz számolni, főleg fejben. Így, hogyha nincsen neked mikrocsip agyad, akkor keresünk egy olyan számot, amit könnyebben tudsz használni. Okos emberek ezt már megtették helyettünk. Kerestek egy olyat, ami nagyon közel van ehhez a számhoz, sok osztója van, épp ezért könnyű használni. Ez pedig nem más, mint a 72. A 72-es szabály segítségével akár te magad is megnézheted, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy duplázódjon a pénzed. Láthatod, hogy addig, amíg 2%-os éves kamatnál kerek 36 év szükséges hozzá, addig 1%-onként fentebb lépve is jelentősen csökken a szükséges idő. 12%-os éves kamatnál már elég hozzá 6 év. Figyelj arra, hogy a kamatot éves szinten szokták megadni. Így, ha te hónapban szeretnéd látni a megoldást, akkor a kamatot is ennek megfelelően add meg. De csak úgy, amilyen gyakorisággal a tőkésítés is megtörténik. Azon kívül, hogy baráti beszélgetéseknél ez egy nagyon jó kis lehetőség arra, hogy könnyen és egyszerűen kiszámold a szükséges időtávot, nézzük meg, hogy hol tudod ezt használni. Ahhoz nem kell túl sok számítás, hogyha felkínálnak neked egy garantált 3%-os kamattal rendelkező befektetést, meg egy ugyanolyat csak 4%-kal, akkor nyilván nem számolgatsz, hanem elfogadod a 4-et.
Bár, ahogy az iménti diagramon láttad, itt is komoly eltérés tud lenni a duplázódás ideje között, konkrétan 6 év. De tudod-e, hogy milyen hatása van annak, ha a kamatot, a hozamot, azaz a növekedési ütemed nagyobb léptékben növeled? Ez fontos lehet akkor, hogyha egy adott időpontra össze kell gyűlnie bizonyos összegnek, vagy éppen nem te szeretnél többet és többet dolgozni a tőkért. Inkább termelje ki saját magát. A 72-es szabály használatával könnyen láthatod, hogy mekkora hatása van annak, ha változik a kamatod. Tegyük fel, hogy örököltél 10 millió forintot, és valamiért úgy döntesz, hogy nem költöd el. Jó jön az majd neked időskorodban is. A példa kedvéért legyél közel 30 éves, és a nyugdíjadra is csak ezt az egy összeget teszed félre, és csak a kamattal növeled. Nagyon sok ember tartja állampapírban a pénzét ilyen célra is, lévén, hogy magasabb a kamata, mint a bankban, és biztonságos is. Az állampapír nagyjából 4% körüli kamata teljesen reálisnak mondható. Ha te a biztonságra szavazol, akkor 4%-os kamatnál 18 évente duplázódik a pénzed. Ugye 72, osztva 4%-kal az a 18 év lesz. Amíg nyugdíjba mész, ez kettőször telik le. A jó hír, hogy a második forduló után már nem az első összeg fog duplázódni újra, tehát nem egy újabb 10 millió forint kerül hozzáírásra, hanem mivel nem nyúlsz hozzá, így a kamatos kamat segítségével a második fog duplázódni. Tehát a 10 milliótból 40 millió lesz. Ha már úgyis hosszú távon gondolkodhatsz, akkor nem muszáj az alacsony hozamnál megmaradni. Egy 8%-os növekedésnél már 9 évente duplázódik a pénzed, tehát amíg nyugdíjba vonulsz, addig már nem kétszer, hanem 4-szer duplázza meg magát. Mivel a kamatos kamat alapelveit használjuk itt is, így itt is igaz az, hogy mindig a duplázódás utáni összeg duplázódik tovább. Így a végére jelentős eltérés fog mutatkozni. Bár a kamatot csak a duplájára emelted, a végösszeg 4-szerese lett. Ha ennél is magasabb növekedést tudsz elérni, mondjuk egy még mindig reálisan elérhető 12%-ot, akkor, ahogy már említettem, elegendő 6 év ahhoz, hogy 2-szer annyi pénzed legyen. Így, mire te nyugdíjas leszel, addigra már 6-szor duplázta magát. Ha megnézed, pusztán azáltal, hogy a kamatos kamat hatását használtad és növelted a kamatot 3-szorosára, a pénzed 16-szor lett több, mint az első esetben. Ha ezt ábrázolni szeretném, akkor valahogy így néz ki. Ha neked nem ennyi idő áll a rendelkezésedre, vagy más kamatot szeretnél alapul venni, akkor játsz egy kicsit a számokkal. Fogod látni, hogy egy viszonylag minimális eltérés is mekkora különbséget hoz létre.